mielőtt elkezdenénk a beszélgetést, egy ajándék a Traffic Jam-től, amelyet megkapott Kalapács Józsi, és mielőtt elszaladt volna. Nos, hogy sikerült ez a második lemez? Milyen a fogadtatás? Hogy érzitek? Szerintem remekül sikerült, és a fogadtatás is úgy tudom, hogy elég jó, mert az első 3 héten elment 7 vagy 8 ezer példány a kazettából. Ami hazai viszonylatok között elég jó. Igen, egyelőre még csak kazettán lehet kapni az anyagot, de azt hiszem, hogy még decemberben megjelenik CD-n is. Tehát karácsonyi ajándékként is lehet ajánlani. A fővárosi bulik közül melyik lesz, amelyik igazán kiemelkedő, amire nagyon készültök, bár tudom, mindegyik koncert fontos? Igen, decemberben megy most az országos turnénk, és ennek a fő állomása lesz december 14-én a Rock City-ben, Boldog Lóvia Művelődési Ház. Hát itt több érdekesség, meglepetések lesz a koncerten, ezt nem akarom ne most áruljuk el, jó? Akit nagyon érdekel, az nézze meg ezt a bulit. És látom, hoztál még valamit a Traffic Jamnek. Igen, hoztam egy pár ilyen aláírt. Ez a kazetta borító találka rajta, ilyen képeslap. Tehát dedikált képeslapok a Pál utcai fiúktól, a következő adások valamelyikében sorsoljuk ki. Most pedig mit látunk? A Bál című klippet. A világ a szolgám, az én szívem szabad. Gyerünk, kedves, mutasd meg magad! Hány évig tart még a nyár, a szívünkben örökké talán. A csók az arcunkon, ami soha se volt. Mutasd meg neki, hogy mi az az élet. Vele táncolni soha se félek. Szorít a testem, ha érzem, hogy fáj. Királynő vagy, de én a király. Ha-ha, hány évig tart még a nyár. Nem volt, nem lesz soha talán. Ha-ha, hány éjjel áll még a bár. Amíg az élet majd ide talál. Ha érzem, hogy fáj, királynő vagy, de én a király.